Sporttal folytatjuk, méghozzá úszással. A jövő bajnokai programról beszélgetünk, amelyet a Magyar Úszószövetség hívott életre. Itt van velünk a vonalban Törös Károly, a Magyar Úszószövetség utánpótlás kapitánya. Jó reggelt kívánok! A magyar úszósport sikereiről folyamatosan értesülhetünk, egy rendkívül sikeres sportágról beszélhetünk Magyarországon. Mi az, amiben a jövő bajnokai program célkitűzései segíthetik azt, hogy ez a folyamat és ez a tendencia a jövőben is megmaradjon? Hát ez a program felel el majdnem 300 gyereket, és valóban a jövőre gondolva a vízióban mögötte, amit az elnök úr Gyárfás Tamás szorgalmazott erősen, és mi mögött állunk, és nem csak a következő évekre, hanem már beszélünk 2017-től 2021-es periódusra is, ahol ebből mi tudunk profitálni magasabb szinten. Tehát mintegy 300 gyermek csatlakozott ehhez a programhoz. Milyen pluszt kapnak ők a programnak köszönhetően, hiszen gondolom, hogy a legfontosabb azért a szakmai munka mindenképpen. Feltétlenül a szakmai munka, ami mögötte van, nagyon fontos, de hát emellett kapnak felszerelést a gyerekek, tehát kiemeljük őket a környezetükből. Megtisztelés nekik, hogy ebbe a csapatban vannak, tehát mindenki boldog és lelkes. Az edző, nem csak az úszók, hanem az edző képzésre is odafigyelünk, a lehető legtöbbet megadunk az edzőiknek is. Hogy áll egyébként, hogyha az utánpótlásra gondolunk, akkor a magyar úszósport? Vannak olyan fiatalok, tehetségek, akik már ott vannak az úszodákban, tizenévesen, és a jövő nagy reménységei lehetnek, tehát népszerű az úszósport az utánpótlás körében? Hát azt kell mondjam, hogy az úszás az egyik legbrilliánsabb sport Magyarországon, és mindig is voltak tehetségek, és ebbe a csoportba is már halatlan tehetségeket fedeztünk fel, tehát nagyon-nagyon jól állunk tehetség dolgában. Nemrégiben ugye Egerben is bemutatták ezt a programot, ahol mintegy 30 gyermek vett részt ezen az előadáson, és ott beszélt arról, ha jól emlékszem, Kis László a válogatott szövetségi kapitánya, hogy Egerszegi Krisztina például már 14 évesen ugye olimpiai bajnok lett, és arról beszélt, hogy akár még ezt a kort sem kell megvárni ahhoz, hogy valaki a csúcsra jusson. Valóban így van, tehát akár 10 évesen is lehet már olyan teljesítményt nyújtani, ami a nemzetközi élvonalból is akár mondjuk kimagaslik egy-egy versenyen? Kis Laci barátomnak feltétlenül igaza volt ebbe, és én is mögött állok, hogy nem szabad arra gondolni, hogy a gyerekek túl fiatalok, tehát hogyha tehetségek vannak, ott nincs határ, nincs korhatár, és hamarabb feljuthatnak a világ tetejére, mint sok más sportban. Mindez pedig ugye rengeteg munkával és lemondással jár, hajnalban kell kelni és menni az úszodába, akár mondjuk iskola, tanulás, vagy mondjuk munka mellett ezeket az edzéseket látogatni. Szóval az úszósport azért egy nagyon kemény munka. Megvan a kitartás is a fiatalokban, és lehet növelni a motivációt, hogy meglegyen és megmaradjon ez a kitartás addig is, amíg feljutnak a csúcsra a fiatalok? Hát lényegében ez a program ezt segít elő, hogy megtanítsuk a gyerekeket a kitartásra, az elkötelezettségre, és én úgy látom, hogy a lelkesedés az valami csodálatos, úgy a gyerekek, mint a szülők részéről. Törös Károllyal, a Magyar Úszószövetség utánpótlás kapitányával beszélgetünk a jövő bajnokai úszó programról, amelynek egyik állomását nemrégiben Egerben rendezték, és minden hónapban máshol tartanak ilyen felmérőedzést. Hogyan folytatódik ez a program, mikor indult, és milyen állomásokon vannak már túl ennek keretében? Hát azt kell hozzátegyem, hogy minden régióban tartunk felmérőedzést, de minden hónapban máshol van a hangsúly, ahol a média is megjelenik, és ez a polgármester és a helyi hatóságok, meg illetőségek bevonásával történik, hogy ezzel is népszerűsítsük a sportot helyileg is. Ezek alkalmat adnak arra is, hogy azokat a bizonyos tehetségeket, akikről már beszélgettünk az előző 5 perces blogban, felkutassák, és adott esetben rájuk találjanak, és bevonják ebbe a programba? Persze, a felmérés, nem csak a felmérés, hogy időket nézünk, hanem az edzői szem is ott van mögötte. Bevontunk olyan gyerekeket is a programba, akiknek lényegében még nincs meg az ideje hozzá, de
az edzői instinkt, tehát a megérzés ott van mögötte, és úgy éreztük, hogy annyira tehetséges a gyerek, hogy ott a helye. Mennyiben segítik egyébként akár mondjuk a helyi edzők ezt a programot, a jövő bajnokai programot? Hát én úgy érzem, hogy mindenki nagyon a program mögött áll, úgy a szülők és a gyerekek, és ezáltal az edző maga is motiválva van, és az edzőnek is érdeke, hogy minél több úszója kerüljön be ebbe a programba, tehát úgy érzem, hogy az edzők 100%-ig mögött állnak. Nyilván azért is különösen fontos feladat ez, mert hogyha valaki gyerekekkel foglalkozik, akkor ugye nem elég, hogy egy kiváló edző, emellett még nevelőnek, tanárnak, pedagógusnak is kell lennie. Megfelelő szakemberekkel el van látva a magyar úszósport e tekintetben? Én úgy érzem, hogy a magyar edzőképzés a világon egyik legjobb, és eléggé szigorú, és jó kezekben fekszik a TF által is. Egerben tartottak egy felmérőedzést, nemrégiben ezzel is kezdtük a beszélgetést. Eger milyen helyet vívott ki magának a magyar úszósport tekintetében? Gyakran találkozunk versenyekkel, eseményekkel Egerben, és olvashatjuk azt, hogy az egyik bázisa a magyar úszósportnak, valóban így van? Hát én magam is onnan indultam annak idején, és azt kell mondjam, hogy Eger annyira erős volt az úszásban az én időmben, tehát 50-es, 60-as évek, beszélek, hogy tényleg vertük sokszor a budapesti egyesületeket. Ami nagyon jó volt jelenleg az egri illetőség, hogy ezen a felmérő edzésen ott volt például Katona Jóska, volt egri legjobb egri úszó annak idején, jó barátom, akkor majdnem mindenkinek volt valami egri illetősége, hiszen a Gyárfás Tamás úr is ott volt, 3 évig oda járt egyetemre, és ott vízipolozott. A Rizskó Géza szintén ott oda járt, és ott vízipolozott. A Kis Lászlónak a nagyszülei egriek. Tehát egy ilyen egri megjelenés volt, és úgy éreztük, hogy oda tartozunk, és hozzánk tartozik ez a rész. És ez nyilván egy kis érzelmi töltetet is vitt ebbe a bizonyos felmérő edzésbe, amely tehát folytatódik. Hol lesz majd a következő állomás, és milyen alapon választják ki azokat a helyeket, ahová elviszik ezeket az edzéseket, és megjelenik a média, a Magyar Úszószövetség, és természetesen a gyerekek, az utánpótlás, a jövő bajnokai? Hát lényegében, mivel 7 régiónk van, mind a 7 régió kap egy ilyen kiemelt edzést és felmérést. A következő az Hódmezővásárhelyen lesz. Ez minden hónap első szombatján történik, és tudomásom szerint ott lesz Lázár úr is, és a polgármesterek. Mikor várnak eredményt a jövő bajnokai programtól? Hány évnek kell eltelnie ahhoz, hogy meglátszódjanak majd akár érmekben ennek a programnak az eredményei? Hát ez egy nagyon jó kérdés volt, hát lényegében négy év után jön fel lesz az eredmény, ilyen olimpiai ciklusként kezeljük ezt is, persze ez világbajnoki ciklus, de 4 év után jönnek az eredmények, tehát inkább már a 21-es, vagy a 2020-as olimpia és a 21-es világbajnoksággal gondolunk ilyen szempontból. Mennyire van ellátva egyébként a magyar úszósport megfelelő létesítményekkel? E tekintetben hogyan áll az utánpótlás nevelés? Van-e hol úszniuk a gyerekeknek? Hát a vízfelület az mindig probléma, még akkor is, hogy állandóan épülnek új úszodák, és ebbe úgy érzem, hogy nagyon jól állunk az utóbbi időben, mindig egyre több úszoda készül és épül, de mivel egyre több gyerek kapcsolódik bele a programba, és több gyerek tanul meg úszni, az visszalett még mindig nem elég. Köszönöm szépen, hogy erről is beszélhetünk. Várjuk akkor a jövő bajnokait, és reméljük, hogy mi hamarabb megjelennek majd az érmek a nyakukban, akár mondjuk egri úszóknak is. Köszönöm, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm.